Az általános tapasztalat szerint a magyar labdarúgó edzők után nem igazán kapkodnak külföldi klubok. Hát ez a helyzet viszont, hogyha lassan is, de minthogyha elkezdett volna változni. Ebben nagy szerepe van Dárdai Pálnak, aki nem várt magasságig, navigálta a Hertát, és a német bajnokságban a Lipcse csapatánál másodedzőként szintén megállja a helyét, Lőv Zsolt is. Újabban pedig van még valaki, aki sokat tehet azért, hogy változzon a magyar szakemberek megítélése. A Sturm Graz pálya edzőjét, Szabics Imrét Skype-on kapcsoljuk. Jó reggelt, Imre! Most nyilván itt elsősorban a csapatodért, meg saját magadért dolgozol, de van benned olyan motiváció, olyan belső hang, ami azt mondja, hogy ha te sikeres vagy, akkor az hatással van a többi magyar edző megítélésére is? Azért a Boldog Tamás sem szabad elfelejteni, illetve a Petri Zsoltot, akik azért mellettünk külföldön is megállták a helyüket. Én nyilván, hogy mindenkiben dolgozik az a vágy, hogy a hazájáért tudjon segíteni, illetve a saját labdarúgásáért, saját labdarúgásán tudjon egy kicsit segíteni, bennem is nyilván megvan ez. Ugye a sikeresség tekintetében mostanában nem kell panaszkodnod, hiszen a Sturm Graz 11 forduló elteltével 8 pont előnnyel vezeti az osztrák bajnokságot, ami pedig az utóbbi néhány évben produkál, az egészen figyelemre méltó. Az utolsó 5 tétmeccsét úgy nyerte meg, hogy még csak gólt sem kapott. Mi a háttere, mi a magyarázata ennek a szezon kezdetnek szerinted? Senki nem várta ezt a hihetetlen nagy sikert, hiszen nagyon nagy változások történtek a nyár folyamán a csapat összeállításának tekintetében. Elég sok játékos távozott, és érkezett, a új ügyvezető igazgató érkezett az egyesülethez, úgyhogy kicsit váratlan ez a siker, de hát általában a váratlan sikerek a legízesebbek, úgyhogy nagyon élvezzük most ezt a helyzetet, és szeretnénk nyilván olyan hosszú ideig kitolni, ameddig csak lehet, lehetőség szerint a bajnokság végéig. Nyilván, hogy ez a vezetőedző érdeme, a többiek pedig csak alá dolgoznak. Na jó, most itt nagyon szerény vagy, de ezt nem fogom hagyni, ugyanis Ausztriában már elkezdtek arról cikkezni, hogy amióta Franco Foda mellett dolgozol, ugye a csapatnak az edzője, azóta kezdtek el jönni az eredmények, és én nem gondolnám azt, hogy itt bármiféle újságírói túlkapásról van szó, nyilván ezek a hírek, ezek az információk azért hozzád is eljutottak. Jó, hát nyár óta segítem tulajdonképpen hivatalos formában, mint pályaedzőző munkáját, ketten vagyunk, az ő jobb keze, illetve én, ketten segítjük, mint pályaedzők az ő munkáját. Tulajdonképpen nekem ő játékostársam is volt, illetve tényleg több mint 15 éve ismerjük egymást, úgyhogy mennyit tudsz tőle ellesni? Tehát van már most olyan, amire azt mondod, hogy ezt tőle tanultad? Nyilván, hogy ahogy kezeli a csapatot, illetve azért a hosszú edző pályafutása, azért csak bajnok lett már a Sturm Graz, illetve kupagyőztes, illetve a Kaiserslautern vezetőedzője is volt, úgyhogy csapatvezetés szempontjából, illetve edzésanyag szempontjából hihetetlen sokat tud mellette tanulni az ember. Nyilván, hogy amellett, hogy segíti is az ember a munkáját, ez egy adok és egy kapok viszony. Azt nagyjából körül lehet egyébként írni, hogy mi a te pontos feladatod, tehát a klasszikus másodedzői feladatokat látod el, vagy van, hogy ennél többet is rád bíz Foda? Mert nyilván, hogy a klasszikus pályaedzői feladatok, de azért nagyobb hangsúlyt kap az, hogy az ellenfelek elemzését azt azért nagyobb részben nyilván, hogy az ő vezetésével, mert a legfontosabb elemző mindig a vezetőedző, de azért azt részben azt én szoktam csinálni, illetve a klubban a egyéni képzése a kiemelt képességi játékosoknak is az én feladat köleimbe tartozik, és az ő leedzésük, akik az első csapatnál vannak, a szövetség felé én felelek az ő velük elvégzett munkáért, úgyhogy ezek a külön hozzáadott feladatkörök a normális pályaedzői feladatkörökhöz. Nagyon lelkesen mesélsz mindenről, ezért is nagyon érdekel, hogy a távolabbi horizonton, a te fejedben mennyire valós az az elképzelés, hogy egyszer majd te vezetőedzőként dolgozz?
Én most megmondom őszintén, hogy szeretnék minél többet segíteni, és minél sikeresebb lenni a csapattal. Nem szeretnék, mivel az ő munkáját segíteni, nem szeretnék a háttérből előtérbe kerülni, hiszen mindig furcsa szemmel nézem azokat a pályaedzőket, akik kicsit túl fontosnak gondolják magukat. Ezt nem szeretném én ezt a hibát elkövetni. De nem is feltétlenül azt mondom, vagy arra gondoltam, hogy a Sturmnál, de másik csapatnál, akár külföldön, akár ugye az is egy fontos kérdés, hogy mondjuk nagyon sokak mániája, többek között egyébként az enyém is, és ha már itt említetted a neveket, Boldogot, Lövöt, Palit, Dárdai Palit, meg téged is mondjuk, hogyha egyszer majd ti úgy döntöttök, hogy hazajöttök, és hazahozzátok azt a tudást, amit kint megszereztetek, az nagyot lendítene szerintem a hazai futball állapotán. Erre te látsz esélyt? Hát erre akarat kellene, tehát nem tudom, hogy ez nem az én feladatom eldönteni, hogy van-e erre igény Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy... Neked van igényed erre? Megmondom őszintén, hogy én mindig is szívesen mentem, mint játékos, meg mint amikor a Dárdai Pali mellett a vállalatban dolgoztunk, nagyon-nagyon szívesen mentem. Szerintem ez szívügye minden egyes magyarnak, akik külföldön élnek. Nyilván, hogy ez az akarattól, meg az igénytől függ. Nem hiszem, hogy bárki tudna hazájára hívására nemet mondani. Szerintem, aki most néz minket, és még esetleg Ferencváros szurkoló is, az kezd egyre dühösebb lenni rám, amiatt, hogy nem kérdezem meg, hogy egyszer majd a Ferencváros vezetőedzőjeként is el tudnád-e magad képzelni, mert ha másban nem is lehet biztos, de abban igen, hogy a szurkolók téged nagy örömmel fogadnának. És nem mondd azt, légy szíves, hogy ezzel a gondolattal még nem játszottál el. Mert úgy sem hiszem. Én azt akartam mondani, hogy a labdarúgásban nagyon-nagyon gyorsan történnek a dolgok. Tehát itt pláne az edzők életében addig van nyugalom, amíg a hétvégi mérkőzés megnyeri az ember. Tehát ha a következő hétvégén már mérkőzés következik, akkor már a következő hét az nyugtalan. Nagyon-nagyon gyorsan változik a labdarúgó edzők megítélése, ezért nem lehet megmondani azt, hogy mikor fog mondjuk valakinél bejelentkezni egy csapat. És utána nyilván, hogy attól függ, hogy ki hogy tervezi a jövőjét. Ezért nyilván, hogy megfordul az ember fejében minden, természetesen ez is. Ügyesen kikerülted egy picit azért a választ, de van még egy téma, amiről szeretném, hogyha beszélnénk, ez pedig a válogatott. Van benned, vagy volt benned csalódottság, fájdalom amiatt, hogy volt valami, amit ti elkezdtetek, Dárda is túl, Salló is túl, Nyilas is túl, Szabicsos túl, aztán amikor mindezt ki lehetett volna élvezni, és jöttek az utolsó lépések, tehát az Európa-bajnokságra való kijutás, akkor rátok már nem számítottak. Próbáltam beleképzelni magam a ti helyetekbe, nekem ez nagyon rosszul esett volna. Ezt te hogy élted meg? Én megmondom őszintén, hogy hazudna szerintem minden ember, aki ilyen szituációban lett volna, és azt mondaná, hogy nem érzett csalódottságot. Ez természetesen bennem is így volt, de én ezzel már túl vagyok, és szerencsére nagyon sikeres időszakban vagyok a Sturm Graz-szal, úgyhogy én ezen az időszakon teljesen átléptem. Soha nem is nyilatkoztam erről a kérdésről, és nem is fogok másképp nyilatkozni, mert ez az én személyem számára az méltatlan lenne. Ez is egy válasz, és értem. Na vissza Ausztriába. Tudom egyébként, hogy még nagyon sok van hátra a bajnokságból, de beszéltünk róla, hogy milyen jól kezdte a szezont a Sturm. Egy ilyen kezdés után mekkora csalódás lenne ott? Hogy tapasztalod, hogyha nem lenne meg a bajnoki cím a Sturm számára, főleg úgy, hogy 2011 óta, tehát már viszonylag régen nem volt bajnok a csapat. Hát igen, utoljára még játékos voltam, amikor bajnok voltunk, úgyhogy jó lenne, hogyha az első olyan időszakban, amikor én is ott vagyok az edzői stábban, hogy sikerülne bajnoki címet szerezni. Nyilván, hogyha valaki 11 forduló után 8 ponttal vezeti a bajnokságot, és legtöbb gólt rúgt, és legkevesebb gólt kapta a bajnokságban, nyilván, hogy nincs az az edző, nincs az a játékos, meg nincs az a
klub szerető ember, aki nem játszik el a gondolattal, hogy azért ez lehet, hogy elérhető dolog lesz. Azonban a mi felelősségünk az abban van, hogy nem ez volt a célkitűzésünk, és nyilván, hogy a földön kell maradni mindenkinek, mert nem így indultunk neki a szezonnak. És mi a célkitűzésünkön az, hogy nem volt meghatározva a kitűző cél, csak hogy több pontot szerezzünk, mint a tavalyi szezonban, ezen nem változtatunk. Erre jó esélyünk van, és nyilván, hogy ehhez többet nem is szabad hozzáfűzni az edzői stáb, illetve a vezetőség részéről, mert az plusz terhet tenne bárkire is. Ez meg ugye nem cél. Hát én azt kívánom neked, hogy az edzői pályán is találd meg a számításaidat, és köszönöm, hogy időt szakítottál ránk. Én is köszönöm.